Akkor te egy katona családból származol, ezt próbáltam. Igen, abszolút, abszolút. Több generáció keresztül. Hát az képest, hogy azért egész, eléggé más pályára tévedtél, ne ezt a szót használjuk. Nem biztos, nem itt a helyemen vagyok. Kérdésebben a legjobb jó indulattal, de minden építészmérnököt akart belőlem. És amikor elvégeztem a technikumot, akkor óriási csalódás volt számára az, hogy én nem leszek építészmérnök, hanem a zene felé. Sőt, elkezdtem egy másik pályát, a földrajztechnikai műszakos tanárnak is készültem, de aztán onnan is lemert, hát csak a zene, az volt a mindenem. Úgyhogy ez nagy csalódás volt számára. Eljött egyszer olyan pont, ahol ő ezt elfogadta? Nem, haláig nem. Ha ő valamire azt mondta, hogy nem, akkor nem. Tehát, de ezt ilyen makacságból, vagy? Nem. Ő egy kőkemény katonatisztember volt, aki valamire egy véleményt alkotott, akkor másnak nem kezdte tehát látogatni. Tehát már a sikerek sem győzték meg, hogy ennek van értelme. Akkor tudtam meg aztán később, hogy igen, amikor meghalt, és egy szekrénye volt, amihez senki nem nyúlhatott, és aztán kulcs ott maradt, és édesanyám halála után valamennyi idővel merte már azt, hogy nyissuk ki, és akkor ott volt egy régi, régen, ahogy voltak a albumok, tudod, és úgy bele voltak ragazgatva, és... Na, ilyen fényképalbum? Igen, fényképalbum, és aztán kiderült, ott voltak benne az én első sikereim, meg az első nagy lemezemből a kivágott újságcikkek, úgyhogy mégiscsak elfogadta ő. És milyen érzés volt megtalálni ezt az albumot? Tehát amikor hirtelen szembesült vele, hogy fú, hát apám ezeket gyűjtötte volna. Döbbenetes. És hogy el volt rejtve? Döbbenetes és katartikus. Hát igen, mert azt, hogy ő a véleményét megváltoztatta, vagy elkezdett másképp gondolkodni, azt ő belül elrejtette. De nem már utána. És akkor ott az ember, amikor szembesült vele, hogy azért ő egy idő után mégis értékelte ezt, és sőt, önmagában belül a maga végtelen csendességében büszke volt rá, de csak saját maga előtt. Mert egyszer azt mondta, hogy nem, akkor nem, ahogy mondta neked. Szóval ez így van. Úgyhogy, de azóta mi már mindent megbeszéltünk apuval, tehát mi már azóta mindent rendben raktunk. Nagyon nagy köztünk a rend. Rendben van minden.